A migráció és a terrorizmus miatt téves elképzelések befolyásolják az emberek gondolkodását. Az iszlám pedig a föld második legtöbb hívet számláló vallása. A Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központjában Szájfó Omar migrációkutató előadása során objektivitásra törekedve tabuk nélkül járta körbe az iszlám az európai muszlimok integrációjának és a terrorizmusnak a témáját. Az iszlámban ugyanúgy, mint például az ortodox kereszténységben, a nyugati kereszténységben, a buddhizmusban is a valós események irányítják a döntéseket, mondta a kutató. Ez azt jelenti, hogy az iszlám világban ugyanúgy a belső társadalmi dinamikák, a klimatikus helyzet, a gazdasági állapotok azok, amik leginkább meghatározóak, és a vallás ezeket az emberek által, az emberek igényeit szolgálja ki, mondhatjuk. Tehát arra a kérdésre, hogy az iszlám a háborúnak vagy a békének a vallása, sajnos nem tudok választ adni. Azt tudom mondani, hogy a háború, hogy az iszlám mind a kettőnek a vallása, attól függően, hogy éppen egy közegben melyikre van igény. A muszlimok integrációja rengeteg tényező múlik, tette hozzá az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének a kutatója. Többek között nem mindegy, melyik országból, milyen történelmi időszakban, az adott országból milyen történelmi műveltségű emberek érkeztek, milyen számban telepedtek le, hangsúlyozta Szájfó Omar. Nagy-Britanniában egészen más a nemzetkép, mint mondjuk Németországban. Nagy-Britanniában a vallás nem feltétlenül része a nemzetnek, illetve az etnikum, mert hiszen a brit identitásba bármi belefér, Németországban vagy Kelet-Európában például meghatározó a vallás is, és az etnikum is. Tehát nem mindegy, hogy melyik országba érkeztek ezek a muszlimok. Általánosítani nem lehet. Azt lehet mondani, hogy számos muszlim közösségnek az integrációjával probléma van Nyugat-Európában, különösen akkor, hogyha ezek a közösségek egyszerre és nagy számban érkeztek egy adott országba. Azt kell látni, mondta a kutató, hogy egy európai és egy nem európai kultúrának az összeütközéséről van szó, nem pedig két vallás konfliktusáról. Az MCC Pécsi Képzési Központja megkezdte az új tanévet. Több mint 300 diákjuk van, három képzési programban.